kérdésekért jöttem, hanem igazából a kövér kis borítékomért. Na de tudod nagyon jól, hogy nem olyan egyszerű összeszedni 250 ezer forintot. Maradjunk meg a magázódásnál, már csak azért is, mert eltitkoltál te előlem valamit. Azért szerintem már maradjon köztünk ez a dolog, nem muszáj lenne elmondani a kisfugodnak, hogy nyugi itt van. Ilyen nyugi van, csigalom. Segítőkész vagyok. Az vagy. Az jó. Konkrétan azt akarja elérni, hogy szakíts, hogy kártyát veted, hogy új férfi jön az életembe, ki fogsz dobni, de ez megy két napja, ezt már nem bírom. Elég jó kapcsolataink vannak a modokkal. Vamzer van a családban. Fogalmam nincs, hogy ki ez a dia. Lehet, hogy hát bejövök neki, meg így nyomulgatnám, de hogy észrevetted volna, ja, igen, mert mindenki nem bejött, mindenki nyomul rád. Figyelj, hát. Jó, persze. Másfél órás késésben vagyunk, azt erre fogja magát, azt lerobban ez a szar. Nézd meg, hogy mi van be, én nem értek hozzá. Miért én értek hozzá? Mit? Hát tudom én. Andrea vagyok! Nem gondoltam, hogy zárt ajtónál alszanak, mintha bármi olyan történne, amit én nem láthatok. Ezeknél a vékony falaknál meg úgy is hallatszik minden. Gyertek, légy szíves, történt egy kis baleset. El nem tudom képzelni, megint mi lehetett olyan fontos. Biztos megint valami baromság, amin jól felhúzom magamat. Pedig annyira kívántam Tamarát, majd felrobbantam. Jössz. Igaz. Menjünk. Siessél. Menjetek. Menjetek, majd megyek. Kisiké, mit hülye vagy? Itt? Mit csinálsz? Hát semmi, felkeltettelek, mert tényleg itt fekszel egy ilyen padon. Hogy tudsz ez ilyen padon feküdni? Ide jöttél és leöntöttél vízzel? Le. Igen. Akkor legalább adjál belőle. Ja persze, idd meg a vizemet és majd szomja halok. Na, figyelj, mit mivel hoztál? Gondoskodó és igaz barát vagyok, hoztam reggelit, perecet, illetve pogácsát. Neked, mert jó fej vagyok. És mire megyek vele? Nekem egy ágy kell, Dorian. Én nem tudok itt aludni a szabad ég alatt megint. Miért szerinted én igen? Én pontosan ugyanott aludtam a másik padon. Nem. Itt, hanem ott. Na, szerinted mivel másabb? Jó. Na, de tényleg Kristóf. Tedd a cuccokat, én még visszafekszem aludni. Mit csinálsz? Visszafekszem aludni. Hallod, kelj már föl, Kristóf, ne ütögesd a fejemet, légy szíves. De Kristóf, te normális vagy? Tényleg itt akarsz maradni egy ilyen padon? Nézd meg, hogy hogy néz ki. De most hova menjek? Hát a színe is milyen ennek a padnak, ne idegesítsél már fel. Jó, akkor mondd meg, hogy mit csináljunk. Hát mi az, hogy mit csináljunk? Fogunk, elmegyünk szépen, és keresünk valami szállást. Vagy legalább egy ágyat. Tőlem lehet az a Balaton közepén is, nem érdekel, ágyba szeretnék feküdni, mert ez a pad kritikán aluli. Érted? Annyira elegem lett most már ebből az utcán alvásból, meg nomád életmódból, hogyha ma nem találunk valamilyen szállást, akkor szépen összepakolom a cuccaimat, és hazamegyek Pestre. Egy 10 perc még benne van? Nem, nincs benne ebbe semennyi. Most mondom, én most elindulok, és itt hagylak, ha te nem jössz. Érted ezt? Tudod, hogy hová parkoltunk? Honnan tudjam, nem érdekel. Megyünk, megkeressük az autót, azt megyünk tovább. Arról meg nem is beszélve, hogy te vagy a nagy automágos, azt nem bírtál egy klímás kocsit venni. Nem is értelek. Vedd fel a szemüvegedet, mert az a baj, lesz. Hogy Faterod nem adott plusz pénzt, hogy vehessünk belőle egy, mondjuk egy lakóautót, vagy egy nagyobb autót. Ja, mert valaki ugye beígérte, hogy meddig lesz lakókocsi, most is abban aludhatnánk, tudod, az ágyakban, a lakókocsiban. Valakinek a bizniszei nem szoktak mindig összejönni. Na jó van, kisike, ne idegesítsél föl, keressük meg a szappantartó autódat, aztán menjünk innen a... Fehérjed most táplálkozás az izmoknak.
Hiába mondom Annának is, hogy sportoljon, de ez nem... Mit eltek? Jaj, teljesen mindegy, szedjél magadnak valamit. Hiába mondom neki, hogy fontos a sport, nem hallgat rám. Úgy érzem magam, mint egy hotelben lennék. Hogyha egész nyáron az vár rám, hogy gazdagabbnál gazdagabb nőkkel kell flörtöljek, hát állok elébe. De hát mi fontos a férfinek, ugye? A csipkés fehér nemű, aztán a bőséges reggeli. Hát különben, hogyha nem itt tesz a nő, akkor elhagyja a férfi. Én is így jártam, bár jobb esetben a nőnél marad a pénz. Várj már most ezt... Pontosan nem is értem, hogy hogy gondolod, hogy akkor valójában nekünk férfiaknak kellene vigyázzunk veletek nőkkel. Anya, inkább ahelyett, hogy kioktatsz minket, inkább mondd meg, hol van a hülye bátyám. Lenyelem a faratot, nem oktatta ki, egy szem bátyád van, kérek, hogy beszélj róla tisztességgel. Nem ment a lányokkal a partra. Menjünk mi is. Laura, kislányom, kelljél most már föl, légy szíves, és kezdjük el a napot, mert komolyan mondom, megőrülök. Fater, hagyjam még egy kicsit aludni, légy szíves. Laura, Laura, Fater nagyon kíván. Ébredj már fel. Takarodjál már, hagyjál már békén. Komolyan, ezt nem is hiszem el. Most ezt komolyan gondolják, hogy én majd reggel 10 órakor fel fogok kenni? Nem ezért jöttem le a Balatonra, hagyjanak már békén aludni. Torta kint van, tányérok megvannak. Apa egy kicsit idegesebbnek tűnik az átlagosnál, de remélem, hogy ez is csak a színjáték része. Gyere, kérlek, drágám, jó? Itt van a hasunkra süt a nap, gyere, kész a reggeli, reggelizzünk, jó? Gyere a teraszra, jó? Mi van? Az történt, hogy csőtörés van, de már itt vannak a szerelők, és Márton elintéz mindent, úgyhogy nyugodtan mehetünk a strandra. Figyelj, ez a fiúk dolga. Te menjél le nyugodt anyáig a strandra. Hármasba velük szét fognak térni. Nagyon nyugi nem már, szeretném. Nyugi már, nyugi már. Nagyon siessél. Menjétek, mert megnézem Márton, amit veszed. Siessél. No? Hát ez nagyon durva. Nem szívesen engedtem el Tamarát, de nem akartam, hogy Márton egyedül vesződjön a szerelőkkel. Így is könnyű átverni, jó, hogyha figyelek rá. 5 perc és elkészülök, jó? Jó, csak siess, mert Hanna kint vár. Jó, sietek. Köszi. De ez egy jó kis kocsi, nem? Aha, nagyon jó. Imádom. Figyelj, legyen az, hogy bemegyek, gyorsan megnézem, hogy mennyibe kerül a szállás, meg mennyi egy éjszaka. Addig figyelj a kulcsra, addig vigyázz te, nem, hogy valaki ellopja. Már? Mert ez egy old time. De miért lopnák el? Hát, mert nem lehet bezárni. Úristen. Miért nem vették kerek és valami? Nem. Be ne horpadjon itt ám ez nekem. Szia-szia! Szép napunk van, nem igaz? Parancsolsz? Hát, hogy szép a napunk, nem? Hát... Jó idő van, süt a nap. Szuper, éppen szebbet. Pihenek a kis Verdával, jó barátomat várom. Te? Szereted a kis oldtimereket? Nem. Tényleg nem? Tényleg nem. Basszus, értem. Bocs. Hát, semmi baj. Szia! Szia! Még csak egy csajt se lehet ezzel a ocsmánysággal felszörni. Léci, vigyázz a kocsira. Hallod? Minek vigyázzak rám? Nem lehet ezzel csajozni sem, semmi. Na, hát Max, neked nem megy. Na jó van, Kristóf. Na, mi van bent? Ne azt kérdezz, hogy mit csináltam, mi van bent? Hát az a baj, hogy elég drága ez a szállás. Nincs is hely, nem is olyan jók a szobák. Azt mondták, hogy ők a környéken a legolcsóbbak, de teljesen esélytelen, mert egy nem tudom, lepukkant, egyrészt, másrészt meg drága. Nem tudjuk kifizetni. Ó, Istenem, nem tudjuk kifizetni. De jó, de örülök. Hát figyelj, ennyi pénzből, hogyha nagyon akarjuk, akkor amennyink van, tudunk venni kb. Egy sátrat, és akkor abban el lehetünk, és ezt lerakhatjuk bárhova. De azon kívül meg nincs veszünk sátrat, Kristóf. Ha hova rakjuk le a sátrat? Na?
Hát hova ezt mondom, le? Hogy vegyünk sátrat, ha és bárhova sátrat, az oké, és szerinted hova rakjuk le? A kempingbe. Most valahogy úgy érzem, hogy Doriannak talán igaza van, elmegyünk a kempingbe, aztán majd lehet, hogy palikából meg valahogy pénzt csinálunk. Az agyam menti meg az életedet, mert ilyen okos ember vagyok. Úgyhogy te, nekem ne károgjál, légy szíves, a fejemet is beve... Nem férek el ebbe az autóba, Kristóf. Hát ez nem az én hibám, hogy 1,90 fölött vagy, tesó. Hát, jó, oké. De most szerinted, most ha normálisan ülnék, akkor így néznék ki. Szerinted ez normális? Na, menjünk légy szíves inkább. Te nem vagy normális. Indulhatunk? Na. Úristen, hallod a hangját? Hallod a hangját? Fú, inkább kapaszkodok, hallod? Megadod a felszállási engedélyt? Menjél már inkább. Ne haragudj, kiabálunk, de hasunkos itt a nap, jó? Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! Hát drága kislányom, boldog születésnapot neked! Imádunk, és ez a te napod, úgyhogy, úgyhogy egyél, és így tényleg nagyon boldog születésnapot! Laura! Ó, Istenem, köszönöm. Így üljetek le, gyerekek, és... Ez az ország tortája. Apa és Tomi nagyon jól leplezte idegeskedéssel és dűvel a meglepetés, de nagyon jól esett. Meghatottam, tényleg. Nagyon szégyellem magam, hogy ezt most kell ugye mondjam. Tényleg neked a születésnapod van, de fiam, tudom, hogy nem is tudom, hogy mondjam el. Hát tudom, hogy van egy kis félretett pénzed, és nagyon szükség lenne rá, mert valahogy ki kéne fizessük. Apa meg lese éget a gyertya, és szedd most születésnapban, és de most pénzről beszélsz? De most... Értem én, hogy para van, apa? Most a kislánytól nem kérhetek, érted? Laurától nem kérhetünk, neked tudod, hogy a családért igazán beáldozhatod. Jó. Aztán valahogy csak visszajön ez a pénz, és csak egyszerűen... Különben... De most ne cseszd el az ünnepi hangulatot, kérlek szépen, jó? Igen, van félretett pénzem, igen. Lauráé az első szelet, de nem fogom odaadni, hát ez nem azért van. Most sajnálom, hogy Laura születésnapján pont a behajtó emberek dolgával kell foglalkozzam, de a kislányom születésnapja mindennél fontosabb nekem. Fiam, ne haragudj, hogy így ezzel kezdtük a napot, de tényleg boldog születésnapot, jó? Ez a te napod, és ez rólad szól, jó? Isten értesen. Köszönöm. Tudod, hogy imádunk, és... Bármi is lesz, mindenhogy megoldunk mindent, és egy boldog, békés kis család vagyunk. Olyan gyönyörű idő van, nem? Igen, nagyon jó. Viszonyatta jönnek nekem ezek a vitorlások. Egyszer szeretnék én is venni egy ilyen vitorlást, amivel szeretnénk itt a Balaton. Hú, igen. Tök jó lenne. Igen. Kicsim, tudod, hogy gyönyörű vagy? Igen. Na, nagyon tetszel nekem. És úgy gondolom, hogy itt már 35 éves koromra én már szeretnék megnyugodni, és egy közös jövőt szeretnék tervezni velem. Velem? Jaj, tényleg? Ami egy életre szól. De mi? Család, esküvő? Család, kisbabát szeretnék. Hármat? Kettőt-hármat. Kettőt-hármat? Igen. Kicsi Petiket? Jaj, de jó lenne! Számomra nagyon fontos ez a biztonság, és ez a megnyugvás, és akkor nagy esküvők lesz? Minimum 1000 fős esküvők? Micsoda? Esküvő, gyerek? Na, hagyjad már magad. Most jöttem ki a zsitről, hogy szeretném kicsit élvezni az életet. Ó, és kezdet van Franciaországban egy nagyon jó divattervező, akinek egyedi tervezésű esküvői ruhám lesz. Persze, ilyen habos, igen. Babos, a legjobb a szakmában. Már ki is néztem, hogy miket szeretnék. Nagyon jó, de amúgy ugye biztos tudod, jó. Hogy ez... Tehát ugye ez, én drága vagyok, és hát ezt azért úgy kéne finanszírozni. Ugye? Megoldunk minden, szerintem mikor ez a pénz kell... dolgozni? Idővel visszamegyek. De mikor? Szerintem, hát még nem döntöttem el mikor, amikor úgy gondolom, hogy szükség lesz. Megvan az anyagi fedezet, nem kell remegni, megoldunk minden. Rendben. Jó? Jó. Tudod, szeretlek, ez a fontos, én is nem? Szeretlek. Igen, ez. Thank you.
Ennyi tapintat nincs be rába. Jó, hogy nem jönnek be a szobámba gyereket csinálni. Figyelj csak, Erikám, hogy is írják azt a barátnődől, akit a múltkor mutattál? Palmára gondolsz? Megmutatnád? Megint. Persze. Tessék. Aha. És mit is lehet róla tudni? Összehozzak vele egy rendezvút. Pont ezt akartam mondani feltétlenül, aha. Van két kisgyereke, és igen, nagyon-nagyon aranyos, most egy plázában dolgozik. 25 éves. Igen, jó rá lesztek. Kicsik mondjuk, de... Plázában dolgozik. Tomika pesztrágatja. Persze, de nagyon aranyos és nagyon kedves. Abban mondom, hogy összeillenétek. Igen. Nagyon csinos. Jó, kérlek, jó, akkor beszélj vele, és akkor húzzuk össze. Rendben van. Jó? Rendben van. Köszönöm. Tamara? Tegnap nem akartam leszólni a fürdőruhádat, bocsánat, hogyha megsértettelek. Nem akartalak megbántani. Viszont ez nagyon tetszik, nagyon szép. Köszönöm, kedves tőled. Jól áll. Tanga? Sima fazonja van. Szoktál tangát hordani? Néha, mert. Csábításhoz. A fiam szereti az ilyesmit. Én nem gondolom, hogy ilyenre szükség lenne. A mi kapcsolatunk szerintem tök jó, jól megvagyunk. Gondolod? Igen. Hát szerintem... Tudnánk esetleg tapasztalatot átadni, meg egy kis tanáccsal szolgálni. Ez így van. Milyen volt az első? Hát kicsit zavarban voltunk, de én az úgy gondolom, hogy figyelj, a zavar az összhang hiányát jelenti, és azt jelenti, hogy a felek nincsenek egymásra hangolva. De egymáshoz kell csiszolódni. Nem kell egymáshoz csiszolódni. Kicsit lehet rajta javítani, de már az első alkalommal meg kell lennie az összhangnak. A túlzott tisztelet és a túlzott zavartság az nem vezet sehol. Szegény, tudja, hogy nem elégítik rendesen, azért ilyen feszült. De meg kell, hogy legyen az első lépés, az intimitás, az egymáshoz való közeledés. Hát, ebben nem értünk egyet. Nyilvános helyen szoktatok szexelni? Ilyennek nézek ki, nem? Ez édes. Igen, aranyos. Szerintem az a helyzet, tudod, hogy a Hanna nagyon sok mindent megbeszélt velünk, és köztünk meg volt a bizalom, és én nagyon sok mindenben segítettem neki. De nekem azért évtizedes előnyöm van ezen a téren. Én nem gondolnám azt, hogy az egészséges, hogy a barátnő megbeszéli a fiúnak az anyukájával ezt az egész szexuális dolgot, de hát... Szerintem meg tök egészséges. A mi családunkban mindenki nyílt, és senki sem prűd. Te az vagy? Nem, miért lennék az? Hát nagyon úgy tűnik. Barátom anyja arról oktat ki, hogy hogyan elégítsem ki a fiát. Mi van? Jól van, Andrea, hagyd rá, majd ő tudja. Hát jó, én ráhagyom. Hogyha boldogul egyedül is, akkor csak csinálja. Biztos boldogul. Na csá, na figyelj, azért hívlak, tesa. Az a helyzet, hogy megérkeztünk Kristoffal egyébként szerintem egy fullos kempingbe, és azért hívtalak, hogy szerinted jó lesz-e. Honnan tudjam, ember, szerinted ott vagyok, látom? Ja, tényleg. Bízom bennetek, ha jó lesz, nézzétek meg, van szemetek. Tetszik, akkor maradjatok ott, aztán megyek én is. Figyelj, Zoli, egyébként nem rossz, csak hát ugye ennyi pénzért ezt találtuk, de szerintem egyébként így egész popás, tehát vannak itt sokan. Úgyhogy szerintem jó lesz. Idefele jövet szereztünk két sátrat, úgyhogy most már csak annyi kell, hogy fogjuk és lerakjuk őket valahol a parton. Dorkó, te tényleg megkérdezted, hogy szerinte jó-e? Ha, fontos, úgy, hogy nem látta. Fontos a véleményetek, jó van, ócsánat. Hát tesó, nem csalódtam.